Még Sóston rendezték meg az első NSC kupát, majd miután elkészült a nyíregyházi sportuszoda, a verseny beköltözött az új létesítménybe. Az esztendő első rangos nyíregyházi viadalára 13 magyar és 3 romániai egyesület hozta el úszóit, míg a szintén nevező pozsonyiak betegség miatt végül lemondták a részvételt. A legkisebbektől, a békáktól a felnőttekig, így is 254 úszó állt rajtkőre, és összesen 1030 rajtot lőttek el a szervezők. A hazaiak 36 érmet szereztek a versenyen. Én úgy gondolom, hogy jól szerepeltünk, 11 aranyéremmel, 17 ezüstéremmel és 8 bronzéremmel zártunk. Nagyon sok betegség volt sajnos verseny közben is kellett hazaengedni gyerekeket, rengeteg betegséggel küszködünk, és ez hátráltatja a versenyzőket és a verseny felkészülést, de én úgy gondolom, hogy ennek ellenére jó helyt álltunk házigazdaként. A legeredményesebb fiú és lány versenyzőnek külön díjat hirdettünk, ez a legeredményesebb leány az Barna Bianca lett a 200 vegyesen elért időeredménye a lentponttáblázat alapján, a fiúknál a Csernyik Dániel 400 méter gyorsan elért eredménye. Én úgy gondolom, hogy ha a jövőben nézünk és a magyar bajnokságot veszük tekintetbe, akkor ezek jó előjelek. A kaposvári országos bajnokságon már kvalifikáció szinteket lehet teljesíteni az év világversenyeire. Az OB előtt Barna Bianca a válogatott keret tagjaként Urvin Tamás irányításával 3 héten keresztül egy tenerifei edzőtáborban igyekszik majd a lehető legjobb formába kerülni. Ez az éves főversenyünknek számít, kaposvári OB, április 19-kor kezdődik. Hazajön Amerikából a Dóri, természetesen Hatházi Dóri is részt fog venni és rajthoz fog állni, valamint Stankovics Anna készül erre a versenyre. Mind a kettőjüknek nagyon fontos ez a kvalifikációs verseny, hiszen U23-os EB lesz a nyáron, ahol a Dóri aspiráns, Univerziádé lesz, ahol mind a ketten Stankovics Anna és Dóri is aspiráns, és egész jó eredményekkel rendelkeznek ahhoz, hogy indulhassanak is. Illetve hát Biancának jön a Junior EB, illetve Junior VB, most már megvan a helyszín, Netanyában, Izraelben lesz szeptember elején. Már a hétvégén is rendeznek egy országos bajnokságot. Veszprémben a medencés hosszú távúszók 7,5 kilométeres távon mérik összetudásukat. A nyíregyházi sportcentrumot a korábbi Európa-bajnok Kovács Rita által felkészített ifjúsági korú Lénárt Eszter és Csernyik Dániel képviseli majd az OB-n.